Azt hiszem, hogy... Az az egyik legfontosabb, hogy saját magammal őszinte vagyok, a hibáimmal, az összes hiányosságommal, rossz döntésemmel, gyávaságommal. Én nem bűnnek hívom ezeket, mert az egy olyan dolog, hogy az, le, az lenyom a földre. Van ez a mondás, hogy az okos a másik kárán tanul, a hülye meg a sajátján. Én okos embert még nem láttam. De nagyon sok rossz vagy negatív dolognak kell történni egy embernek ahhoz, hogy azt tudja mondani egy ponton, hogy aha, na ez most egy olyan helyzet, amiről már 20 beszéltem most akkor nem megyek bele. A legfontosabb szerintem az, hogy hitelesek legyünk. Ha nem vagyunk hitelesek, és legyen szó bármilyen műfajról, zenésről, dráma, próza, vigjáték, tök minden. Agárdi Gabi bácsi mondta, valaki azt hiszi magára, hogy ő a harmadik Rihárd, az, az, őrült. Viszont ha egy színész de megy a színpadra, és nem hiszi azt, hogy ő a harmadik Rihárd, akkor menjen haza. Akkor ő nem alkalmas erre a pályára. Nagyon nagy családunk van, most már még nagyobb, hogy ugye gyerekek, meg unokák, meg mindenfélek vannak. Az almahántástól kezdve az almaszedés, a lekvárfőzés, a disznóvágás, ezek mind-mind összehozták mindig. A, a, családot, és valahogy ez, 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 csodálatos volt. A rengeteg sztorizás, ahogy egymáson röhögtek, és így, így ültem, emlékszem, és hallgatta, imádtam ezeket a történeteket. Szabolcs Szatmár Berek Podcast, a megye hangjai lehetsz bárhol a világban, de egy biztos az, hogy honnan indulsz, minden utat meghatároz. Beszélgetések kultúráról, életpályáról, megyei identitásról és helyben boldogulásról. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat és az Együtt Európáért alapítvány műsora. Ahonnan jöttem ott égígérnek a házfalak, magasra nőttek, mégis szürkének látszanak. Millió ember hiszi, hogy egyszer történik valami hirtelen. Hiába vártam csodákra, de te nem üzentél nekem. Énekelte néhány évvel ezelőtt mai vendégem. Ma az is kiderül, hogy a fényes litkei házak vajon égigérnek-e, onnan származik ugyanis, aki velem szemben ül. Köszöntöm a Szabolcs Szatmár Bereg megye podcast hallgatóit és nézőit. Mai vendégem a Megyesztárja, nem csak átvitt, de szó szoros értelmében is Nagy Sándort köszöntöm, aki Jászai Mari Díjas színművész. Jó napot kívánok, szervusz, szeretettel Szervus, köszönöm. én is üdvözlök mindenkit, köszönöm a meghívást. Hogy lettél te a Megyesztárja, Egyáltalán milyen minősítés ez? Fú, nem tudom, most meg is leptél ezzel, mert nem, nem vagyok ezzel képben. Valami rémlik, hogy volt valami szavazás, de ennyi. Nem, igazából nem foglalkozom ilyesmivel. nem tartott számon ezeket a Népszerűsít népszerűsítéstákat? Nyilván természetesen nagyon jól esik, és azok az emberek, akik rám szavaztak, azoknak nagyon hálás vagyok. De egyrészt a társággal Magyarországon én úgy vagyok, hogy szkeptikusan állok ezt. Tehát, én, tehát nekem egy demién vagy egy Presser, Gábor, vagy egy Horváth Csáli a sztár. Ne, itt, nekem itt kezdődik a sztárság, szóval, vagy a színészek közül a Darvas Iván azon, ami sztár volt, vagy a Latinovis Zoltán, vagy a Kálai Feri bácsi, vagy a Zavarpista, nekem ők voltak a sztárok. A, a mostani sztársággal, az az igazság, hogy szerintem régebben, amikor ez a fajta sztárság volt, akkor, akkor az ismertség és az elismertség az nagyon közel állt egymáshoz. Most már nem feltétlenül van így, hanem lehet, hogy valaki baromi ismert, és 86 millió követője van, és nem tudom, de nem tudom megmondani, hogy mi a foglalkozása, és azt sem tudom megmondani, hogy igazából mit csinál, csak tudom, hogy, hogy, hogy valahonnan ismerem azt a valakit. A te életedben volt változás, volt idő, amikor ismert akartál lenni, és elmondhatjuk, hogy ma már elismert szeretnél lenni inkább? Volt természetesen, és amikor az Adagyó zenekarral elkezdtünk énekelni, megjártuk az országot, akkor nagyon, meg sokat voltunk tévében, reggeli műsorokban, akkor nagyon fontos volt, igen, ott az elején, az egyetem után, hogy na, akkor ki ismer föl az utcán. Épp a néztem a múltkor egy egy ilyen műsorát, ahol uh, konkrétan kollégáknak, uh, ez, azt hiszem, az a cím, hogy elég az hozzá, és akkor konkrétan a Latinovics Zoltán ott ült meg, az akkori debreceni színház igazgatója, és akkor ugye a színházi sztorikat mesélte, és mondta, hogy így, uh, hogy mi a, az a színész uh, élete, az hogy néz ki reggel nyolckor föl kell, megborotvánkozik, és kimegy ki az utcára, hogy ki ismeri föl. <gül> <gül> és éppen az adott uh, uh, szerepből, amit éppen játszik, azt így valaki elmegy mellette, és vívta az életemben százezer, és ha nem, hát nem, akkor nem ismertek, és mondja a Géza, hogy soha senki nem ismerte föl. Szóval akkoriban ez fontos volt, igen, hogy fölismerjenek, és, és nagyon jó fogom, aztán most már az elismertség az sokkal jobban, mind szakmai részről, mind a nézők részéről, tehát hogy nem, nem csak a szakmai elismerés, hanem hogy, hogy inkább azt mondják, hogy nagyon tetszett a nem tudom melyik előadásban, vagy, vagy filmben, vagy sorozatban, és hogy szeretnénk gratulálni, az, az sokkal többet ér, mint hogy felismernek és kérnek autogramot, vagy nem. Azt tudod, arra emlékszel, hogy mikor pukkadt ki a lufi? Mikor kezdted azt érezni, hogy nem feltétlenül az ismertségre válsz? Hát szerintem. Vagy folyamatosan értél meg erre? Szerintem igen, de azért jó pár éve, szerintem egy 5-10 éve már nem számít ez. Ez párhuzamosan jöhetett a tudatossággal, a spiritualitás keresésével, nem? Igen, én ugye először nagyon inkább vallásos voltam, uh -huh. nem mintha nagyon vallásos családból származnék, reformátusok vagyunk, és jártunk templomba vasárnaponként, bár azt sem mondanám, hogy ez, ez általános volt. Um... Inkább azt nem hogy karácsonykor biztos, meg úgy volt hitünk, meg úgy alapvetően volt egy istenhit. Aztán később, amikor Pestre kerültem, akkor, akkor belekerültem különböző gyülekezetekbe, úgy szétnéztem, hogy ez most hogy is néz ki. Volt közöttük olyan, amelyik egy ilyen amerikai szabad keresztény gyülekezet volt. És aztán történtek dolgok az életemben, és inkább a spiritualizmus felé ö, váltottam, inkább a szabadabb és mindenféle dogmatikusságtól mentes hitet kerestem. És tulajdonképpen ebben azért találtam meg ezt, és az egyik kedvenc könyvem az ugye a Donald Vásnak a Beszélgetések Istenet című könyve, a trilógiája, mert, mert én egy olyan valakiben hiszek, a, aki szeretet alapon létrehozta ezt az egészet, aki, akiért nem kell bemenni sehova, hogy én vele találkozzak, hanem, mint ebbe a te belső szobádba is. Szóval, hogy én ebben, ebben hiszek, úgyhogy, úgyhogy jó, jó pár éve, egy 10-15 éve már én inkább ebben az irányban mozgok. Azt jól tudom, hogy egyébként református lelkész akartál lenni? Igen, igen, lelkipásztor akartam lenni. Azért, mert emberekkel akartam foglalkozni, meg, meg akkor volt uh, Fényes Litkén a Móri Laci bácsi, aki uh, ő volt a lelkipásztor, és hát nagyon sok minden ment keresztül. Azt hiszem, hogy a, először levágták az egyik lábát, aztán másikat, és akkor már tolószékből tartotta az Isten tisztelet. Arra emlékszem, hogy olyan volt a hangja, mint a mennydörgés, hogy még hittant is ő tanított nekünk, és emlékszem, hogy hihetetlen erő volt a hangjában, és volt egy jó pár hogy, idézőben leteremtette az embereket. Nem valami konkrét dolog miatt, hanem úgy, ahogy hozzáállunk az élethez, egymáshoz, és, és arra, arra, emlékszem nagyon, hogy, hogy éreztem, hogy micsoda felelősség az, amit ő csinál, és hogy milyen jól csinálja hogy milyen erő van a hangjában, a kiállásában. Úgyhogy, ö, úgyhogy ez is ösztönződ bátorított arra, hogy igen, nekem, nekem erre ö, lenne affinitásom, de aztán, hát ahogy szokták mondani, Tália papjaival váltunk inkább. De ez is egy nagyon szép hivatás. Az Olyan érdekes, mert pont az jutott eszembe, hogy lehet, hogy azért váltottál, azért nem lettél lelkész, vagy azért váltottál a spiritualitás felé a vallásosságtól, mert ez a bizonyos leteremtés nem tetszett. Ezt te akkor jól viselted gyerekként, hogy a lelkész szembesít a bűneinkkel, a hibáinkkal? Jól viseltem, én azt éreztem, hogy akkor ott úgy helye volt annak azok, amiket ő mondott, bár megmondom az őszintét, én nem, nem hiszek a büntető Istenben. Ilyen szempontból az Ószövetség, ha már belemegyünk a témába, az tőlem távol is áll, mert, mert azt gondolom, hogy nem véletlenül jött valaki 2000 évvel ezelőtt, és amikor megkérdezték hogy tőle, hogy jó, de hát itt beszélsz dolgokat, meg nagyon jó, meg minden, de a tíz parancsolattal mi van? És ő azt mondta, akkor mondok egy újat. Szeresd őt, őt, meg őt, és bezárult a kör. És azt gondolom, hogy ha spirituális szemmel az ember ö, olvas ilyen Jézusi beszédeket, akkor, akkor egy hihetetlen bölcs, örök érvényű, pszichológiai, pszicholó, ö, filozófiai, ö, spirituális vallási. <kül> tehát minden mindenhonnan megfogható dologról beszélünk. Úgyhogy én ezért örülök, hogy az új szövetség az létrejött. Bár nagyon sokat olvastam ezzel a témában a kanonizációról, az apokrifiratokról, iratokról, mi került bele a Bibliában, mi nem. Hallottam egy hölgyről, aki gyerekkorától ezzel foglalkozott, hogy tanulmányozta ezeket a bizonyos apokrifiratokat és az ő elmondása szerint a Jézusi Beszédek 70-ed része került bele a Bibliába. És én azt hiszem, hogy ezt el is tudom fogadni. Nagyon érdekel, hogy miért olvasgatsz után a téma után, az igazságot keresed, vagy tudni, Igen, akarod az Igen, hogy kik egészet? vagyunk, mik vagyunk, miért mm. vagyunk itt, én ki vagyok, mi, mi a dolgom, mi a feladatom, mi az, ami eleve elrendelt, mi az, ami ami szabad akaratból van. Nagyon sokáig foglalkoztat ez a téma, mai napig egyébként, vagy akár a halálközeli élmények, rengeteg videót néztem ezzel kapcsolatban, hogy van-e utána valami, mi van utána milyen helyre kerül az ember, és nagyon, nagyon sokat olvastam, van barátom, nagyon szeretem a Dobronai Laci barátomnak, aki egy operatőr egyébként megrendező különböző tévéknél, neki van egy ilyen története 20-25 évvel ezelőttről, hogy 140 en neki csattant egy fának, és aztán négy percig nem élt. És hát én azt, azt, amit ő ott elmond, azt is receptre iratnám fel mindenkinek. Pont azért, mert egy hihetetlen nyugalmat és szeretetet áraszt az, amiről beszél. És én azt gondolom, hogy a haláltól azért félünk, mert bűntudatunk van, hogy mit rottottunk el, és, és közben, meg, közben meg ő is azt hangsúlyozta, úgyhogy ő nem volt soha vallásos, és szerintem most sem az, hogy tulajdonképpen az azt tedd a másikkal, amit szeretnéd, hogy veled megtegyenek. Én azt gondolom például, hogyha ez az egy mondat megállná a helyét mindenkinél, tehát ezt az egy, semmi, semmi más nem kell, a ne ő, ne lop, nem tudom, ezeket, csak ezt az egy mondatot tartaná be mindenki, hogy azt tedd a másikkal, amit szeretnéd, hogy veled itt semmi baj nem lenne. Szereted magad? Igen, szerintem igen. Vannak dolgok, amiket, ö, amiket szeret. szeretem magamban, hogy szeretek adni. Igazából azt mondom, nem, nem, azt mondom, hogy, hogy vannak dolgok, amiket nem szeretek, van, amiket, amiket tanulnom kell. Tehát például bizonyos kommunikációkat, akár magánéletben, párkapcsolatban, vannak olyan kommunikációs csatornák, amiket én nehezen használok. És, és általában érdekes, mert abból a fajta kiindulásból, hogy nem akarom a másikat megbántani azzal, hogy őszinte vagyok. És ez egy nagyon fura dolog, mert, mert ambivalens teljesen, mert közben meg lehet, hogy abban a pillanatban a másiknak rosszul esik, de hát az igazság az mindig felszabadít. És azt hiszem, hogy ez az egyik legfontosabb dolog, amit, amit meg kell tanulnom még. Azért kérdeztem, hogy szereted-e magad, mert azt gondolom, hogy ha te elméletedet követjük, ahhoz nagyon fontos, hogy magunkat szeressük, magunkat tisztában legyük, hogy tudjuk, hogy mit is szeretnénk, hogy a másik hogy viselkedjen vele. Abszolút. Igazából ilyen szempontból a hit, és direkt nem a vallásszót használom most már, hanem a hit az, hogy van valaki, aki és a saját képmására alapon úgy gondolom, hogy nem feltétlenül azt gondolom, hogy a a Jóisten úgy néz ki, mint én vagy, mint a Géza bácsi, hanem, hanem, egy lélekből állunk mindannyian, csak kicsit így szerte szakadtunk, valószínűleg nem véletlenül. És a tapasztalás miatt vagyunk itt. És tulajdonképpen minden gondolatunkkal, szavunkkal, meg teremtjük az életünket. És ha akarjuk, hanem ez, ez a folyamat van, és akkor már inkább a tudatosság irányából köz közelítem meg én is, és akkor azt mondom, hogy na jó, akkor próbáljuk meg tudatosan megteremteni azt, amire vágyunk, vagy amit szeretnénk. Beszélgetések Istennel, ugye ez a kedvenc könyved, ez egy trilógia, rendszeresen kezetbe veszed, még most Igen. is folyamatosan olvasod? Mi újat fedezel fel benne idő, valamit időre? Valamit mindig, valamit mindig. Ugye vannak, az ember azért, ez egy 3-400 oldalas könyv, és az ember azért mindig átsiklik valamin. És akkor vannak, vagy pont ahogy kinyitom, pont aznap ad nekem valami olyat, vagy mond nekem valami. Olyat. Azért szeretem nagyon, mert szeretet alapú. Nincs benne bíráskodás, nincs benne, sőt arról beszélni, hogy a bűntudat a legnagyobb ellensége az, az embernek. És hogy ahelyett, hogy az embernek mehakulpázom folyamatosan, inkább ne kövesd el még egyszer ugyanazt a hibát, vagy próbálkoz. De emberek vagyunk, és el fogjuk követni. Ugye van ez a mondás, hogy nem lépünk bele ugyanabba a folyóba kétszer, húszszor is belelép az ember, tehát hogy van ilyen. Itt az a kérdés, hogy egy dolog addig ismétlődik meg az ember életében, amíg nem fejlődik meg, vagy nem tanulja meg azt, hogy akkor ez miért is történik így, én ebben nagyon hiszek. És akkor ezek szerint meg lehet tanulni. Kíváncsi vagyok arra, hogy az utóbbi időben te látod, hogy már fejlődsz, hogy sokat tanultál, hogy közelebb kerültél saját magadhoz? Hogy tudod már, hogy miért születtél a világra? Abban biztos vagyok, hogy az, hogy színész lettem, azt nem én akartam. Tehát, hogy én, amit mondtam is, orvos akartam lenni, meg lelkipásztor akartam lenni. De aztán valahogy a jött a zene az életemben, és akkor aztán jött a színház, a kisvárdai doktorok társulat, és uh, valahogy megfertőzöttem ezzel az egésszel, uh, főként akkoriban a doktoroknak és Miklós Tibornak is tanyugtassa köszönhetően, és uh, és egyszer nem tudtam már nem ezzel foglalkozni, és nem tudtam elképzelni azt, hogy tehát amikor próbálkoztam az egyetemre, és harmadjára vettek föl, egy pillanatig nem volt kérdés, hogy megyek harmadszorra is. Tehát, hogy így föl sem merült bennem, hogy ó, jó, hát akkor hagyjuk. Tehát, hogy így, és amikor ott voltam a harmadik fordulóban, ugye a Kerényimre osztályába kerültem be, az egy nagyon érdekes érzés volt, hogy ott voltunk a harmadik rostán, ami egy, egy hetes együttélés, és tudtam, hogy föl fognak venni. Nem azért, mert olyan jó voltam, hanem mert azt éreztem, hogy nekem a következő négy évben itt van dolgom. Az egy nagyon fura megtapasztalás volt. És egyébként ilyen szempontból az, hogy közelebb vagyok magamhoz, igen. Azt hiszem, hogy az, az egyik legfontosabb, hogy saját magammal őszinte vagyok, a hibáimmal, az összes hiányosságommal rossz döntésemmel, gyávaságommal. Szerintem nagyon sok uh, uh, hibát az ember úgy... Akkor én, nem, én nem bűnnek hívom ezeket, mert az egy olyan dolog, hogy az, le, az lenyom a földre. Én, én nagyon nem hiszek abban sem, hogy valaki... Tehát, hogy az ember bűnösnek szület... Én nem én nem, nem, fogadom el ezt a teóriát. Megnézed egy kisgyereket? A hozott anyag, az örökölt sorslás, az orvostott mi az igen? hogy genetikailag benne van a szülők, nagyszülők, és nem tudom, ugye a Biblia is írja, hetedíziglen büntettéged az Isten, de nem az Isten büntet, hanem a sors, amit, amit hozol, az a rengeteg, ugye hát ez sejtszinten be vannak épp. Én azért, azért szeretem például azokat a, kicsit spirituálisabb, vagy a föltől elrugaszkodottabb, lásd, kineziológia, a családállítás, vagy a pszichológiának bármilyen segítő formája, mert, mert minden energia. Szerintem az van, hogy, hogy rossz, rosszak a hitrendszerek. Tehát például édesanyámmal beszélgettem régen erről, hál' Istennek most már azért nem jellemző ez rá, de például ő, a szüleitől fogva egy nagyon erős szegénység hitben nőtt föl. Nekünk nem jár, nekünk nincs, zsíros kenyér, stb. És mondtam neki, hogy az az érdekesebben, hogyha valaki a szegénységben hisz, majd megnyeri véletlenül az ötös lottót, biztos, hogy olyan embereket, körülményeket és helyzeteket vonz be, a hitrendszere révén az életében, hogy nem, hogy az összes pénzt kicsalják tőle, és ellopják, és elveszik, hanem még miníuszbe is kerül, hogy aztán azt mond, mondatot kimondhassa igazolván a hitrendszerét. Ugye mondtam, hogy nem való nekünk a pénz. Uh -huh. És ez az élet minden területén igaz. Tehát én az a gyönyörű Jézusi mondat, legyen neked a te hitet szerint. A szegénységben hiszel? Kérem. És egyébként itt jön az érdekesség, hogy az, az emberek azt nem tudják, hogy a szabad akarat az ez hogy senki nem erőlteti rád. Ha te ehhez, amíg rá nem jössz arra, hogy neked ez nem jó, én nekem nincs jogom beleszólni, mert szabad akaratot adtam neked. Az emberek ezt büntetésként élik meg. Közben meg igazából ugye az van, nagyon szeretem a Brian életet című filmet, és ilyen szempontból nem akarok a vallással kapcsolatban semmilyen negatívumot mondani, de egy gyönyörű jelenet, amikor állnak egy hatalmas udvaron, a szónok kiabán fönt a színpadon, és azt mondja, hogy mi mind egyéniségek vagyunk, mire a tömeg. Mi mind egyéniségek vagyunk, és egy valaki. Én nem. Azt hiszem valahogy ez az egész vallási vezettetés is uh, úgy benne van ebbe a sztoriba, hogy, hogy befolyásolhatóak az emberek. Meg tudod azt, hogy nem kell dönteni. Tehát nekem uh, Józsi atya megmondja, hogy hogy kell élni, és onnantól kezdve, ha nem úgy sikerül, Józsi atya mondta. Én nem tehetek róla. Tehát, hogy a, és ilyen szempontból a felelősségvállalás, mint olyan is uh, hiányzik szerintem. Hogy igen, és ezt mondtam, ekkor mondtam, rossz ötlet rossz, volt. Ez Van egy nagyon jó viccere, hogy a Jót megkérdezik, de figyelj, Jó, hát tegnap este beleugrottál pucérfenékkel a kaktuszba. Miért csináltad? És azt mondja, figyelj, abban a pillanatban nagyon jó ötletnek tűnt. És rengeteg ilyen döntést hozunk az életbe. Én nagyon sajnálom például, hogy az oktatásban nincs elrejtve ez a fajta lélektani, pszichológiai megkönnyítés, mert egy csomó mindent az élet tanít meg, és szerintem nagyon nagy segítség lenne, hogyha mondjuk már gimnáziumban lehetne arról beszélni, hogy Fi, egyébként hogy vagy? Szóval hogy nem osztályfőnöki órát tartanék, meg nem tudom, mit csinál, hanem azt mondom, hogy vagy egyénileg, vagy csoportosan, akkor üljünk le és beszélgessünk arról, hogy ki hogy van most. Hogy merjük fölvállalni az érzéseinket, a véleményünket. Szóval, hogy talán talán a világ most már elindul ebbe az irányba, mert szerintem muszáj, hogy, hogy fölébredjünk, és hát ez is ez a tudatosság dolog, hogy éberkómában van az ember, vagy, vagy ébren van. Hát én két dolgot látok, vagy nem ö, vállaljuk fel az érzéseinket, vagy túlságosan fölvállaljuk, és nem tudunk róluk kommunikálni. A túlságosan alatt mit értünk? Hát, hogy felvállalom azt, hogy nekem mi a jó, én hogy vagyok, engem korlátozol, de nagyon nehezen fejezzük ki az érzéseinket, nem tudjuk kommunikálni. Ez is benne van, igen. Hát felismerjük, csak éppen átadni nem tudjuk. É, amiről én is beszéltem az előbb, igen. És akkor menjünk tovább, egy picit még azért a spiritualitást forszírozzuk, mert sokakban fölmerülhet, hogy a spiritualitás kizárja a vallásosságot. Ahogy a te életedről hallak, úgy érzem, hogy számodra a keresztény hit fontos, de mégis valami más formában találod meg önmagadban a jó Istent. Azért, mert alapvetően, vagy alapvetően ott el van rejtve benne egy csomó minden, de minden, nekem van egy véleményem a kanonizációról is megeről az egészről, hogy, hogy alapvetően egy csomó minden azért nem kerülhetett bele a Bibliába, mert megingatta volna az egyháznak a hatalmát, és és például egy súlyos, na ezt bűnnek tartom például, hogy hogy azt mondják, hogy ö, ö, egyes vallások, hogy ö, hát gyere el hozzám, ö, nekem gyónt meg azt, hogy ö, mi a problémád, és akkor én majd közvetítem, mert te méltatlan vagy hozzá. És szerintem a leges, legnagyobb hiba, és ha, ha valamit bűnnek lehetne ez az, elhitetni az emberekkel, hogy nem tudnak élő kapcsolatot teremteni azzal a valakivel. Nevezzük Istenek, univerzumnak, teljesen mindegy. De te már teremtettél élő persze, kapcsolatot? Persze, persze, abszolút igen. Vannak élményeid? Ez szerintem folyamatos, és nem mondom azt, hogy én minden este imádkozom, vagy minden nap. De, de igazából én, én úgy vagyok ezzel, hogy olyan érzésem van, hogy én nem hiszem, hanem tudom, hogy ez az egész dolog van. Hogy ez nem is kérdés. Én, én például nem is tudom azt, hogy hogy lehet úgy létezni, hogyha az ember alatt nincs egy ilyen védőháló, hogy nem véletlenül vagyok itt, nem véletlenül történnek a dolgok. Tulajdonképpen én vagyok az alfája és az omegája mindennek. Egyébként ilyen szempontból ez az egész Jézusi létezés, mint olyan, én azt gondolom, hogy az az Isten ember szimbóluma. Tehát nem, Jézus se, soha nem arról beszélt, hogy, hogy ugye van ez az én vagyok az út, az igazság és az élet. De hát ő, a, ő, a, a, ő nem magát akarta Piedesztelre emelni ő hozott egy ajándékot, de mi az ajándékozót kezdtük el fölemelni, és nem is értem sokszor, amikor az van, hogy jön egy, egy ház, teljesen mindegy, hogy melyik, és azt mondja, hogy fogad be Jézust a szívedbe, és térj meg, és fogad be, és fogalma nincs az embernek, hogy miről beszélünk. Mert nem ez a lényeg. És igen, Jézus nagyon fontos szereplője volt ennek, meg most mai napig nagyon fontos szereplője ennek a történetnek. Ő valami olyasmit képviselt, ami ennek ideális esetben kéne lenni egy teremtő és ember kapcsolatnak szerintem. De ő soha nem akarta azt, hogy őt hát ugye, szóval azért nagyon, nagyon sok ilyen diszharmonikus történet van, ami, ami józan parasztésszel számomra fölfoghatatlan, hogy ugye akár a tíz parancsolat ne csinálj magadnak faragott képet, és, és nyilván gyönyörű freskók és képek és keresztek és mindenek vannak, de akkor ez, ez nem így, érted? tehát akkor ezt most hogy kell értelmezni? Szóval nagyon, nagyon fura ez, hogy az ember ezt így a saját képére formálta úgy, hogy hát az van, de ő ezzel azt akarta mondani, hogy ja értem, tehát megmagyaráztuk, hogy nem úgy majom, hanem más, hogy értem. Lehet, hogy nem így volt, de az az érzésem, hogy gyerekként a hittan tanulójaként nagyon jó közösségben voltál a lelkész által, és ha jól érzékelem, akkor Budapesten nem találtál megfelelő közösséget, mert hogy ez a... Ez a találtam, találtam egyébként, találtam igen, csak ott is... Ö, ö, ott is voltak ugye ezek a fajta megszorítások ö, a fiatalokra nézve, hogy amíg házasság előtt nem létesítünk szexuális kapcsolatot, nem tudom. És az az igazság, hogy ezeknek az ösztönöknek az elfolytás, ez olyan, mint a a cölibátus. Én szentül hiszem azt, hogy születik úgy ember, bár a pszichológia lehet, hogy aszexuálisnak mondaná, hogy születik úgy ember, hogy erre a pályára adja a fejét, tehát hogy pásztor lesz, vezető lesz. És ő neki nincs igénye arra, hogy létesítsen fizikai kapcsolatot a másik nemmel. Tehát ezt szentül hiszem, hogy ilyen van. De az, hogy valaki magára erőlteti, ezt az egészet. És ilyen szempontból ezzel azért nem értettem egyet, mert aztán meg láttam, meg hallottam a sztorikat, hogy hát ő azért ő vele néha így összejár, és nem tudom, és tudod, akkor azt mondom, hogy de akkor miről beszélünk? Hogy ide jövünk szép ruhába, és akkor mindenki vigyorog, és elhitetjük egymással, hogy egyébként persze így kéne, de semmelyikünk nem alkalmas rá, mert nem tudjuk megtenni. Én, én sokkal szívesen beszélek arról, hogy igen, esendők vagyunk, igen, elrontjuk, igen, sokszor dolgokat nem kéne, csak közben meg a tapasztalás, tehát hogy a mások, van ez a mondás, hogy az okos a másik kárán tanul a hülye meg a sajátján. Én okos embert még nem láttam. Nagyon sok tapasztal, nagyon sok rossz vagy negatív dolognak kell történnie egy embernek ahhoz, hogy azt tudja mondani egy ponton, hogy aha, na ez most egy olyan helyzet, amiről már húszszor beszéltem, most akkor nem megyek bele. Az egyházon kívül az álszentség máskor is nagyon zavar? Nagyon zavar, igen. Persze, meg a hiteltelenség az nagyon zavar. Ez, ez akár a színházi értelemben is, hogy, hogy a legfontosabb szerintem az, hogy hitelesek legyünk. Ha nem vagyunk hitelesek, és legyen szó bármilyen műfajról, zenésről, dráma, próza, vígjáték, tök mindegy. Ha én velem nem történik meg az, amit aznap héttől tízig, ez a Agárdi Gabi bácsi mondta, valaki azt hiszi magára, hogy ő a harmadik Rihárd, az, az őrült. Viszont ha egy színész bemegy a színpadra, és nem hiszi azt, hogy ő a harmadik Rihárd, akkor menjen haza. Akkor ő nem alkalmas erre a pályára. Szóval ez egy nagyon, nagyon furcsa dolog, de amikor, amikor, velem megtörténik, akkor nem tud a nézővel nem megtörténni. És van, amikor jobban sikerül, valamikor kevésbé, valamikor úgy tud koncentrálni az ember, hogy ő maga el se hiszi, valamikor koncentrálni se kell, mert egyszerűen behúzza, mint egy fekete lyuk a történet. Ez, ez minden nap más. És ezeket egy tapasztalt színész már a helyén kezeli? Ugye a te életedben különösen fontos most a tudatosság, és el tudom képzelni, hogy néhány évvel ezelőtt egy-egy rosszabb fellépést, amit valószínűleg csak te vettél észre a közönség, nem? Nehezebben, rosszabbul viseltél. Igen, de ezt, ugye ezt én tudom közbe, viszont a, mondjuk a főiskola után ugye az ember nagyon meg akar felelni a szakmának, a nézőnek, szeressetek, ugye elég tehetséges vagy, elég jó vagyok. És nyilván ezek a félelmek még most is előjönnek. Most például volt egy, bemutatom a játékszínben, a Teltház címmel, amiben én egyedül, 80 percen keresztül egy kolcenteres fiút játszom Amerikában, és, és akiket ő fölhív, vagy a, amilyen hívásokat fogad, az a 40 karakter, ezt mindet én játszom el. És akármennyi ideje csinálom ezt az egészet, az első dolog, amikor megkaptam ezt a szerepet, az az volt, hogy fúristen, mekkora dolog és nagyon köszönöm a Bank Tamásnak, a színigazgatójának. A második meg az volt, hogy úristen, képes vagyok-e én erre? Elég jó vagyok én erre? A nézők szerint elég vagyok-e egyedül, hogy bejöjjön 300 ember esténként a színházba, és kíváncsiak-e annyian, hogy ez egymagában... Szóval, hogy azért egy ilyen helyzet például kihúzza. És nagyon érdekes volt már, ugye... A, a, szóval hogy a gondolat teremtő erejé, ugye nagy, nagy félelem volt bennem ezzel kapcsolatban, és szilveszterkor ebből játszottam duplát, és picit meg is voltam fázva, de azt mondtam, hogy jó, semmi baj, megcsináljuk, és a az egyik figura az kétszer vagy háromszor mond csúnya szót, tehát hogy ő káromkodik, de semmi extra, tehát mint az életben is szoktunk. De az, ha maradik 39, az soha, de ez az egy, egy, egy séf, egy főnök, ez picit abuzálja ott az embereket maga körül, és akkor ő megenged magának ilyen kifejezéseket. És akkor a délutáni szilveszteri előadáson, a 30. percben, amikor elhangoztak ezek a szavak, én nem tudtam, hogy akkor ez még, hogy akkor ez volt a baja az idős hölgynek, hogy, hogy, neki ezek a csúnya szavak nem fértek bele. Abban a pillanatban, amikor éppen levegőt vettem, abban a szünetben bemondta, hogy na ebből elég volt, de olyan rendesen hangosan, és aztán fölállt és dírrel dúrral ki vonult a, a színház, és én ott megsemmisültem. Természetesen folytattam tovább, és a gondolati sík az három része szakadt, az egyik énem az játszotta a szerepet tovább, a másik azt figyelte, hogy mond-e még valamit, a harmadik pedig a félelem, hogy ki fog még felállni és már lejárt, miközben ezeket így gondoltam, négy szinten, még az is arra is gondoltam, hogy igen, minnyien föláll még valaki, és azt mondja, hogy igen, mennyi, mennyi haza, te senki, te tehetségtelen, és, és akkor állnak föl, és közben rab, ment a színdarab, te tehát a nézők semmit nem vettek észre, de én belül egy, egy óriási mohácsi csatát megvívtam magammal. Ilyenkor milyen lelkiállapotban jön le az ember a színpadról? Utána már, amikor ez lecsengett, és nem állt föl senki más, akkor, akkor lenyugodtam természetesen, de, de hát az nagyon így. Ő volt, de közben meg az én félelmeim manifestálódtak ebben az idős nénében. Nem haragszom rá, tehát semmi baj nincsen. Akkor ott megsemmisültem, de, de valószínűleg ezt meg kellett tapasztalnom, hogy na tessék, akkor ettől félsz. Mi és nem és közben rá különben? Nem, nem tudhatom, rá a hogy kárda. mi volt a baja. Ja. Egyedül volt színházban, szilveszterkor, lehet, hogy magányos, lehet, hogy megívott előtte két pesgőt, és felhúzta magát a egyre növekvő villanyszámlán, nem tudhatom. Nem tudhatom, de senki nem véletlenül jön be az életünkbe. Tehát én hiszem azt, hogy párkapcsolatban is, és igen, néha nehéz, meg, meg, sokkal egyszerűbb a másikra fogni, és általában én is nyilván szoktam ilyet mondani, hogy de hát ő így, meg úgy. De hát egyrészt mindig kettőn áll a másár, másrészt meg az egyébként egy nagyon érdekes mondás, hogy a, a, másikat, amikor behívod, ugye egymást bevonzuk az életünkbe, ahol tartunk rezgésileg, én az áramlásban hiszek, minden energia, ez az asztal is minden, és minden mozog, és rezeg, csak nem látjuk. Hogy, hogy az ember, amikor behívja a másikat, akkor tulajdonképpen ő csak végzi a dolgát, amire behívtam. Vagyis ahol én tartok épp magammal, ő azt fogja visszatükrözni nekem. És ilyen szempontból ezt nagyon nehéz elfogadni. Akár, akár legyen ez olyan szintű dolog, hogy mondjuk én otthonról hozok olyan rossz vagy hibás hitrendszereket, amiket nem kéne, hogy hozzak, mert nem az enyémek, de annyira automatikussá vált az életem során, hogy, hogy én ezt észre se veszem, csak csinálom. És ugye ilyenkor szokta az ember azt mondani, hogy mérve engem az Isten azzal, hogy már megint az. Na most ezek, amikor ugyanazt a ugyanaz, folyóba lépünk bele, akkor én azt gondolom, hogy az soha nem a mi hitrendszerünk, hanem az valami hozott anyag. Én például ez a lerakjuk a táskánkat, vegyük ki belőle, ami benne van, és szortírozzunk dolgot, biztos, hogy tanítanám a... Az, a, a Biztos, hogy beszélnék erről, hogy nem kell, és nem, nem kell megtagadni a gyökereket soha, mert az nem, meg meg kell bocsájtani, meg nem tudom, tehát én ebben nagyon hiszek. De de muszáj lenne szortírozni, hogy. És most nagyon érdekes, nagyon sok velem egykorú, vagy így 30-as, 40-es korosztályban látom azt, hogy hogy, hogy hogy fölhívnak, és azt mondják, hogy te figyelj, ez a családállítás, ez, ez mi, hol, meg hol van ez? És az is egy, ugye a Hellinger-féle történet, egy nagyon érdekes energetikai háló, ami ott kialakul, és lehet ördögtől valónak mondani, én voltam sokszor, és akár segítőként, akár nekem állítottunk, és, és csodálatos dolgok szakadnak föl emberekből. És azt mondod, hogy úristen, milyen sorsok vannak, hogy, hogy például milyen hálás lehetek azért, hogy én ott vagyok, és azt csinálom, amit. És akkor térjünk vissza erre a mechanizmusra, hogy minden rezgésből áll, mert az a véleményed érdekel, hogy ezek szerint az egész tudatalatti, de azért mégiscsak van egy pont, amikor dönthetünk, amikor elkezdhetünk szortírozni. Biztos vagyok benne. furán van ez kitalálva, de hogy elég a, rossz, a, 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 a szoktuk mondani, hogy el kell menni a falig és valaki van annyira bölcs, és van annyira belülről, és ez nem függ össze a műveltséggel. Sőt, én, én nagyon, euh, nagyon szeretem, hogyha valaki olvasott, és nagyon szeretem, ha valaki művelt és tehetséges. Ha nem jó ember valaki, tehát hogyha az, az, az e az sehol nincs, az onnantól kezdve sajnos nem érdekel, hogy mennyire tehetséges. Mert azt mondom, hogy értem, és de nagyon ügyes, és nagyon jó énekes, és nagyon jó színész, és nagyon jó ügyvéd, és nagyon jó ezért, de hát két szót nem lehet vele váltani, és teljesen el, meg önimádat, is nem. Szóval onnantól nem, nem érdekel engem például az. És akkor velük kapcsolatban akkor nem vagy olyan megengedő, mint De, a De, csak nem, nem, nem tartom velük a kapcsolódó. tehát nincs szükségem erre az energiára nekem. És akkor én azt mondom, hogy semmi baj nincsen, nem, nem ítélkezem, csak nekem ez nem jó közelébe lenni se, meg egyáltalán, meg, meg nem érdekel. Onnantól hát akkor kezdem. megint azt érzem, hogy neked már nem kell az sem, hogy mindenki szeressen. Mindenki elégedett legyen vele. Ö, igen, bár mondom, ennél a Telheszi darabnál ott azért jött ez elő, hogy szeretnek-e engem, annyi, mert ugye most kiderül, szóval nem az, hogy még állunk hárman, és akkor ha megboktunk, akkor hárman tehetünk róla, hanem csak én. De hát azért abban erősíts meg, hogyha ilyen gondolatok nem merülnek föl benned, akkor nem fejlődsz, nem mész tovább. Persze, persze, igen, biztos vagyok benne. Igen. Tehát a színészi szóval szakmához az egészséges, kell ez. Igen, az egészséges. Meg talán minden szakmához. Igen, igen, igen. igen. De az a fajta rettegés, ami mondjuk régen volt, hogy úristen, úristen, csak jó legyek, csak el ne roncsem, csak nem, de az már nincs. Mm -hmm. az, az van bennem, hogy, hogy remélem, és egyébként én általában minden előadás előtt hálát szoktam adni azért, hogy itt vagyok. És és egy nagyon érdekes dolog, mert ezt is ebben a könyvben olvastam a Donáldvástól, hogy, hogy a hála például az egyik legerősebb teremtő energia. És akkor példának hozza föl ezt a ö, öt kenyeret, négy halat, vagy nem tudom pontosan idézni, és aztán ötezer embert vendégelt meg. Ugye ott is egy gyönyörű pillanat az, hogy hálát adott, megtört a kenyeret, hálát adott és megtörte a kenyeret, hogy képes ebből az öt halból és öt kenyerből ötezer embert megetetni. Ugye bár Jézusról van előtt, szó, ha igen, valaki nem tudná. Hogy még mielőtt megtörténne a dolog, ő már ezt elfogadottnak tekintette. Hát igen, én is ezt szúrtam ki, hogy miért nem az előadás után vagy hálás. Azért, mert Pont, azért utána úgy. is hálás vagyok. Utána is hálás vagyok, de előtte én hiszek abban, hogy ez, ez, ez megteremti azt, a, azt az energiát azáltal, hogy hiszek benne úgy, hogy még meg se történt. Hogy állsz a szerénységgel? Ebben is változtál? Figyelj, szerintem a főiskolán volt olyan ö, időszak, ott, mikor fölvettek. Figyelj, azért ez egy nagyon nagy dolog volt. Hát nem is tudom, akkor, amikor mi jelentkeztünk, akkor szerintem százszoros jelentkezés volt. Tehát 1700 emberből 17-et vettek fel. És ö, Pont ma lesz nálam osztály találkozom egyébként, mert egy olyan fantasztikus uh, csapatot választottak kerényimre, a, Kerény a volt osztályfőnökünk, hogy minden évben minimum kétszer találkozunk. És múltkor uh, mondtam valakinek, hogy 18 éve diplomáztunk, tehát 2005-ben. Kimondan is, félelmetes. És nagyszerű, nagyszerű csapatot választott uh, ki az imre, és mi nagyon-nagyon nagyon szeretjük egymást, nagyon érdeklődünk egymás iránt a mai napig. Nem mindenki, tehát nem mondom azt, hogy mindenki száz százalékkal van ebben a történetben, de, de, ez egy nagyon jó alap volt arra például a szerénység. És akkor a főiskolán ö, volt, amikor fölvettek, hogy az egyik barátom akkor írt nekem egy levelet, hogy szerinte én egy picit elszálltam. És akkor emlékszem, hogy mentem haza busszal, ez színész kollega vőtő, vagy fényes litkei barát? Színész kollega volt, igen. És, ö, és az egyik legjobb barátom, és uh, írt nekem egy levet, és mentem haza a busszal, és olvastam, és nagyon rosszul esett. Az egómat az nagyon megszúrt, és mondtam is, hogy a franc, mert kit és itt azért, mert téged nem vettek föl, és nem. De azért csak bántott, csak bántott, elolvastam még egyszer, meg még egyszer, és azt mondtam, hogy a ah, francba, igaza van és akkor ott visszarántott engem egy kicsit a földre. Szerintem a, a fölvesznek az embert, és főleg egy ekkora túljelentkezésnél ez kikerülhetetlen, hogy az ego, hát ugye, na akkor most aztán mi vagyunk a kiválasztottak, és akkor most aztán megmutatjuk a világnak. Úgyhogy akkor szerintem volt, és azt hiszem, hogy onnantól kezdve én nekem ezzel nem volt problémám. Tehát, hogy én nagyon, nagyon alázatos vagyok, és nagyon, nagyon fel tudok nézni akár tőlem fiatalabb kollégákra is. Tehát például a Hajdú Tibikével találkoztam most, és dolgoztunk együtt a, a Puskásban, és nagyon-nagyon és megszerettem őt is, és később tudtam meg, hogy ő is Szabolcsi. Forgattunk együtt a Petőfi filmben, és ő ugye egy jóval fiatalabb kollega, mint én vagyok, és és nagyon szeretem a szerénységét, a tehetségét, a, a dolgokhoz való hozzáállását, az alázatot. Szóval én nagyon föl tudok nézni tőlem fiatalabb emberekre is. És ahogyan neked szólt akkor a barátod, te megengeded magadnak azt a luxust, hogy mást kritizálj, vagy másról véleményt mondj? Hát ez egy nagyon nehéz dolog ez az ítélkezés, mert az ember ezt is hozza automatizmusból az ítélkezés, de, de szerintem itt is, hogyha rajta kapod magad, akkor erre egy ponton túl oda lehet figyelni. Tehát például az, hogy régen megláttam egy hajléktalant, és még bennem is az volt mondjuk 15 évvel ezelőtt, hogy jó, de hát most biztos ő cseszte el, meg nem tudom micsoda, és most már az van bennem, hogy nem tudom. Ha odaadok egy hajléktalannak pénzt, akkor már nem ítélkezem arról, hogy ő ezt vajon mire fogja költeni, de csak akkor oda hogyha nem iszod el, meg csak ha kaját veszel belőle, felülem eléhatja. Én nekem van egy segítő szándékom, hiszem azt egyébként, és nagyon érdekes, hogy ez többször-többször bebizonyosodott, hogy, ez, hogy mivel mindannyian egyek vagyunk valahol, csak ebben az elszakadás illúziójában vagyunk, a mindentől és mindenkitől távol. És ráadásul erre az egész internetes világ erre még rásegít, hogy az emberek még inkább beguvóznak a saját telefonjukat, nyomkodják a helyet, beszélgetnének, és néha ezt saját magamon is észreveszem természetesen. Ehhez is kell a tudatosság, hogy amikor az ember ezen rajta kapja magát, azt mondja, hogy na jó, elég volt ebből. De hogy, hogy nem ítélkezem már úgy, mint, mint előtte, és magamról se magamról sem, mert én nagyon hoztam ezt a, ezt a, én vagyok a hibás, én nem vagyok elég jó, bűnös vagyok, elszúrtam, na tessék, most mi lesz a nagy önsajnálata, nem tudom, és azt mondom, jó, hát elszúrtam, akkor menjünk tovább, hát akkor próbáljuk meg legközelebb nem elszúrni. Vagy ha huszadjára és elszúrom, akkor ne csodálkozzak rajta, hogy ott vagyok, ahol. Tehát, hogy nincs ez a semmi baj, csak attól én még nem vagyok rossz, csak nem tanultam meg. És akkor beszéljünk egy kicsit a felelősségről, meg a döntéshozásról. Ugye azt mondtad, hogy te nem akartál színész lenni. Nagyon sok helyen olvasni, hogy Szirtes Tamástól kaptál egy lehetőséget, hogy megmutass magad a színpadon. De engem nagyon érdekel, hogy hogy jön egy lehetőség a fényes litkei, hát azt hiszem énekes karrierben éppen ö, nagyban... Ö, ismertségre szertevő fiatal, feltörekvő egyéniségnek, hogy jön a lehetőség Szírtes Tamástól? Hogy jött egyáltalán a kapcsolat? Áld hát a ugye a legelső lehetőség az tulajdonképpen a Miklós Tibor-Kocsák Tibor párosnak köszönhető, mert az Anna Karalina után a Kocsák Tibor, aki jelenleg is a Madány Színház zenei vezetője, azt mondta nekem, meg a Nagylóri volt osztálytársamnak, hogy ha lesz valami Pesten a Madács Színházban, akkor szól. Na most pár hónapra rá az akkori nyomorultak előadást rendezte a Szirtes tanár úr, és akkor abban mi bekerültünk, és különböző kisebb szerepeket játszottuk. De, de, de akkor ilyen... még nem volt a színművészeti fős. Ekkor még nem volt, ez 99-2000-ben volt. És tulajdonképpen a tanár úr, amikor én ezt mondtam, én arra gondoltam, hogy amikor nekem elkezdett így ilyen hangi parám lenni, hogy elkezdtem nem tudni énekelni, vagy, vagy olyan volt, mintha csak álmodtam volna ezt az egészet. És, és a fürdőszobában esetleg még eldudolászok, de profi szinten már nem megy. Az egy óriási törés volt, és ez egy jó tíz évig tartott, és én vissza is adtam szinte az összes zenés szerepemet, mert mindegy különböző szituációba keverettem. Ezzel még például van dolgom, hogy azoknak az embereknek megbocsátani, akik ezt okozták nekem. És nyilván én is magamnak, meg ugyanúgy hibás vagyok én is. Na várj, nem a hangodról tehettek, hanem az érzésről, nem? Az érzésről, Aha. igen. Hogy, hogy elkezdtem nem hinni magamban. Hogy nem vettek ember számba, hogy, hogy, hogy nem adtak lehetőséget, hogy bizonyítsak. Szóval egy nagyon-nagyon fura helyzet volt. És én sajnos ebbe belementem ebbe a játékba, és aztán már elkezdtem magamat másokhoz hasonlítani, és akkor, amikor hallottam a másikat énekelni, azt mondtam, hogy jó, hát én így biztos, hogy nem tudom. És akkor így szépen leépítettem magamban ezt a képességet. De úgy elég rendesen, viszont... Talán én vagyok az egyetlen, aki hát nem igaz, mert a Tompos és is műzikál osztályban végzett, és ő alapvetően prózai színésznőként van jelen, gyönyörű zseniális hanggal, és fajtól teljesen függetlenül, El legyen az műzikál bármi, vagy orosz népdal, vagy teljesen mindegy. De mégis prózai színésznőként találta meg magát, vagy a Szőcsartul, aki meg rendező lett, és alapvetően egy nagyon jó színész orientált osztály voltunk, tehát hogy így a, a 90 százalékának azért nagyon erős prózai kvalitásai voltak. És akkor én kaptam egy szerepet a Jutalomjáték játék című darabban, a játék színben, ott Gáve, János és Hernándi Judit gyerekeként léptem színpadra, és az első komoly prózai. Szerepem volt egy nagyon komoly jelenfejlődéssel, és akkor voltam 27 éves. És hát az, hogy a Jánossal a, a Júcival, az, az egy óriási élmény volt a számomra, és tulajdonképpen akkor indult be ez a prózai karrier. Tehát tulajdonképpen hát ez a hangitörés nem történik meg akkor lehet, hogy én most nem úgy ülök itt, uh -huh. ahogy most ülök. És milyen érdekes, hogy én is nem egy színdaraboddal kezdtem, bármilyen részletet mondhattam volna, hanem egy énekeddel. Igen, Mert, igen hogy az, az, az resít, nagyon... a Hevesi a Rám című dalai. Igen, nagyon népszerű vétet. Ö, és akkor azt mondtad, hogy tíz évig tartott ez a bizonyos törés. Hogy jöttél abból ki? Én azt hiszem, hogy itt is a, az önmagad keresése lehet a kulcs, meg az, hogy egyáltalán elkezdtél ezzel a témával foglalkozni, hogy tudsz-e egyáltalán énekelni. Igen, egyrészt, de hogy konkrétan ennek fizikai tünete is voltak egy ponton túl, tehát ha mondjuk azt kérted volna tőlem, hogy az utca egyik felől kiabáljak át a másikra, akkor nem tudtam volna. Tehát így effektíve így... gát volt benned. Amikor így beszorul a, a torkod és beszorul a hang, és az éneklésnél azért ez nem egy, nem egy előnyös történet, és az utóbbi pár évben, tehát lehet, hogy a Covid óta volt az, hogy ugye nem dolgoztam, sokkal szabadabb voltam, tudtam pihenni, odafigyelni magamra, és ott meg egy, meg egy ponton túl azt mondtam, hogy bevettem azt a bizonyos romtablettát, és, és azt mondtam, hogy nem érdekel. Akkor nem tudok. Érdekes, hogy nem azt mondtad, hogy nem érdekel, akkor énekelek úgy, ahogy tudok. Nem, azt éreztem, hogy akkor nekem ezt el kell engedni. Nagyon dühös voltam a jó Istenre, meg mindenkire mert, mert így volt a környezetemben olyan, aki, aki, drogozott, aki piált, aki cigizett, és persze én is volt, hogy bulisztunk, meg én is elszívtam egy pár cigit, meg nem tudom, de, de sose éltem úgy, hogy mondjuk ez a hangom rovására ment volna. Soha nem drogoztam, szóval semmilyen extrém dolgot nem csináltam, és a környezetemben meg voltak, akik hú, nyolc végén a gyertyát, és úgy énekeltek, és azt érzem, hogy nem igazságos. Vagy hogy nem értem, hogy miért adta ezt az ajándékot, hogyha elveszi, hogy miért, mi volt ennek azért. Nagyon dühös voltam magamra is, a jó is nagyon sokat perlekedtem, hogy, 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 nem értem, hogy és akkor azt mondtam, hogy ha egyszer ebből kijövök, akkor könyvet fogok írni belőle, hogy, hogy ha mások is ilyen helyzetbe kerüljenek, akkor, akkor hát ha segít. Lehet, hogy ez is célja ennek az egész történetnek. Szakember segítségét kérte? Persze, persze volt. Pszichológus minden volt. Igen. És hát ez hát szervi baja soha nem volt, tehát nem volt az, hogy a hangszád csomó vagy ilyesmi. Nyilván volt gyulladásom életemben, de hát ezen a pályán azért az nem csoda. Szóval egy nagyon kemény, nagyon kemény tíz év volt. Ráadásul ugye a, jóindulatú jó kollégákat hallottam a hátam, amikor, hogy szegénynek. Már. És hát akkor voltam 30, éves vagy 31. Túl óriási szerepeken, énekes szerepeken. Igen, igen. Valószínűleg ez is benne volt, hogy ott, ott, ott volt az adagyó, rengeteg szerepem volt, rengeteget énekeltem uh, ilyen stílusban, olyan műfajban, amolyan izében, de közben ott volt egy kis próza, és akkor ott üvöltöztem, akkor nem tudom, és valószínűleg elfáradtam. Meg a megfelelési kényszer, ugye az embernek, mikor a pálya elindul, akkor aztán toljuk, mint a süket a csöngőt, mert hogy most, ha most nem, akkor soha. És hát ez így van. És szerintem ez mind-mind összeadódott, és aztán de vonzottam olyan történeteket, helyzeteket, meg embereket az életemben, akiket, akiket nem kellett volna. Vagyis hát de, mert valószínűleg akkor most nem az lennék aki, de azért egy pár fejezetet kihagynék. És akkor gondolom már nem haragszol Istenre. Nem, meg, 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 meg semmi se véletlen. Meg mondom, az egyéni felelősségnek mindig van helye. Szóval, hogy Először a magad szemébe a gerendát, is, aztán a szálkát a másikébe. Tehát hogy ebbe azért nagyon hiszek. Láttam egy interjút, amelyben beszámoltál az elkáminós uh, sétádról, utadról, gyaloglásról, nem is jó ezt sétának nevezni. Ott még kudarcként apostrofáltad. Ezt ma hogy értékeled? Mármint Azt, hogy nem sikerült végigmenni. Nem is az, hogy nem sikerült végigmenni. Vagy nem is hanem, az volt a kudarc. Nem az volt a kudarc, mert tudtam, hogy 12 napon van rá, ja. és 12 nap alatt mentem 300 kilométert. Nem, a kudarc az volt egy bizonyos pontig, tehát olyan a nyolcadik napig, hogy én csodát vártam. Nagyon telítődtem akkor magánélet, munka. Volt akkoriban egy menedzserem, akivel nagyon nem értettünk szót már, és nagyon kiszipolyozva éreztem magam az egész helyzetben, de nem tudtam szabadulni, azt éreztem, hogy nem, nem tudok kiszállni a mókuskerékből, és hogy agyonnyom minden, ami körülvesz. És azt éreztem én, aki utáltam egyedül lenni életemben, hogy az országot el kell hagyjam. Tehát, hogy mindenkit magam mögött kell hagyjam, és most mindenki menjen a francba, és én hadd legyek. És emlékszem, hogy felhívtam a, az egyik nagyon kedves barátomat, és és mondtam meg, hogy holnap, holnap utazom. Pénzem sem volt, tehát kölcsön kellett kérnem rá, mert nem volt pénzem sem. És felhívtam ezt a barátomat, egy lány, lány barátomat, vagy nőbarátomat, és esírta magát, hogy, hogy mik történhettek, hogy én oda jutottam, hogy, hogy azt érzem, hogy el kell menni innen. És ez nagyon megmaradt bennem, ez a beszélgetés. És aztán én arra számítottam, hogy égő csipkebokor, és, és ha nem is a vörös tenger, de valami ketté nyílik. És aztán ott nagyon érdekes volt, mert ahogy mondják, hogy az úgy minden fölnagyul, és a saját életed egyszer csak ott lesz pár napba sűrítve, úgy egyszer, úgy mint egy szörp, tehát olyan sűrűbe. És ugye van egy könyv, az Elkámiről egy magyar könyv, hogy hova kell menni a szálláshely, mennyi időt érdemes, hány kilométert egy nap, mikor foglalod el, a száll, nagyon domborzat, milyen magas. És akkor írták, hogy akkor napi 20-22-25 km tegyél meg, annál többet nem írdom most. És mondtam, jó, hát ti lehet, hogy 25-25, 30-35-et És hát úgy, hogy előtte soha nem túráztam, toltam, mint a süket, és gyorsan, és mentem. És mondom, majd én megmutatom nektek, hogy ezt, ez lehet máshogy is. És a negyedik nap környékére tönkre ment a térdem, 8 vízholyag talponként, és derékig bekenve lóbalzsammal minden este és hát ott a nyolcadik nap környékén emlékszem, hogy mindig videókat csináltam magam, olyan videónaplót, hogy éppen hol tartok, és ott elsírtam magam, hogy nem sikerült, hogy én ide kijöttem, és ez nem sikerült. Hogy tönkrementem fizikailag, lelkileg, és, és én azért jöttem, hogy hát ha a Jóisten ad valami útmutatást, vagy segítséget, de hogy semmi nem történt, és hála Istennek nem volt pénzem arra, hogy visszajöjjek hamarabb, csak a 12 napra lefoglalt repülőjegyem volt, és emlékszem, hogy másnap elindultam valami szőlőlugosokon keresztül egy ilyen fura borongós napon reggel nyolckor, és hát ilyen öttel mentem, tehát nem bírtam lépni se. És akkor az egyik áruparton ült egy idős kopasz ember, és akkor Buen Káminó így köszöntük egymást, nem mondom beléd is, már nem érdekelt semmi almát evett éppen, és akkor egyszer csak egy, vagy, egy oda huppan mellém, és akkor ott németül elkezdett karatyolni, én németül közé fokusztam gimibedet, azóta nem használtam. És nem na még egy hülye is, hogy most azt se tudom, hogy mit mond, meg egyen, nem is érdekel, és akkor mondta, meg mondta, nem zavartatta magát, hogy én nem foglalkozom ővel, és akkor egyszer csak úgy leesett, hogy basszus, hogy ő egy pap. Ő egy, egy, majdnem 80 éves német katolikus pap. És amikor ez így fölfogtam egy fél óra múlva, akkor mondtam neki, hogy mondom, atyám, ne haragudjon, már azzal a német szókincs, ami még meg volt, csuldigunk, igen. Mondtam neki, hogy rég beszéltem németül, nem is megy jól, úgyhogy nem tudom, hogy mit vár tőlem, de hogy, de hogy mi a baj, kérdezte. Hú, hát mondom, ez egy nagyon hosszú történet, és mondom, már nem is nagyon van kedvem róla beszélni, de hát most is, itt megyünk egész nap, hát most ő ráérjön és hát most már biztos vagyok benne, hogy őt küldte valaki nekem, és össze kellett, hogy törjek fizikailag is, lelkileg is, hogy, hogy idézőben föladjam. Egy nagyon jó szép magyar kifejezés, hogy föl, föladtam ezt az egészet. De és ő ezt, ezt megfogalmazta, vagy, vagy nem is volt fontos, hogy miről beszél, csak a jelenléte? Utólag esetlen, meg úgy, amikor elváltunk aznap, uh -huh. és azt mondta, hogy hallgat, és mindent, az egész életemet elmondtam neki, az egészet, mindent és rengeteget nevettünk, meg hülyéskedtünk, meg valami parkba ott elaludtunk, aztán fölkeltünk, és akkor mentünk tovább, meg szent... Szóval a legfontosabb információ, amit átadott az, hogy mindig hallgassak a megérzéseimre és a szívemre, és nem egy ilyen vallási dumát tolt le, hanem egy ilyen nagyon szabad, nagyon... Őt küldték nekem, ez biztos. Tehát, hogy és, és legjobb pillanat, és utána emlékszem arra, hogy a maradék négy napban, vagy három napban elmúlt az összes fizikai Fájdalmam. És mentem talán a 10.-11. napon egy ilyen gyönyörű dimbes dombos, ilyen, ugye ez ok, szeptemberben volt, és sütött a nap, nem tudom, 20 fok, és szétnéztem, és sehol senki, a, amíg a szem ellátott, és ott megfogalmazódott bennem az a gondolat, hogy ez mind azért van, hogy nekem most jó legyen. ezt ez most nekem akarta valaki megmutatni, hogy én jól érezzem magam. És akkor ezzel a lelkülettel jöttél haza? Ezzel, és aztán hazajöttem, és jó pár embertől bocsánatot kértem, mert azért ott közben eszembe jutottak nagyon hibás, rossz gyáva döntéseim, amiben a gyávaság volt nagyon sokszor a főszereplő, és meg nem vállaltam felelősséget a tetteimért, vagy a gondolataimért, vagy a mondataimért, és akkor hazajöttem is volt, akit ilyen őrült módon fölkerestem, és mondtam, hogy bocsánatot szeretnék kérni. És mondtam, hogy jó, 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 nyugodj már, megmondom, nem, 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 nem. Nem muszáj elmondanom, hogy elrontottam, és hogy sajnálom. És akkor így csak, hogy vegyük át, elég rossz lelki állapotban kezdted el, borzalmas lelki állapotban fejezted be, e, utána e, felemelkedtél, igen. és az mondható, hogy tulajdonképpen a bocsánatkérések indítottak el a jó irányba, vagy a felemelkedéshez, vagy a, a gondolkozás megváltoztatásához? Nem, nem, tudom, bocsánat kérés, az már következmény volt. Tehát az már egy okozat volt. Hát az... akkor mégiscsak egy sikertörténet ez. Egyértelműen. Egyértelműen, és az a tervem, nyilván ez is majd rajta múlik, hogy ugye Burgoszig jutottam, az pont 300 kilométerre van Szent és hogy, hogy egyszer folytatom és befejezem azt a maradék 5-600 kilométert, de már nem menekülésből, hanem csak úgy, csak úgy jó érzésből. Egyedül? Egyedül, természetesen. És csak egyedül érdemes szerintem? Szerintem igen. Mert azt hallom, biztos, hogy van rá kivétel, de én azt hallottam, hogy van, aki baráttal megy, barátnővel, családtaggal, nem tudom, és valahogy úgy vesznek össze az úton, hogy aztán külön válnak. Annak is így kell lennie, biztos vagyok benne, tehát annak is oka van de én azt gondolom, hogy egy ilyenre, és nem is nagyon szabad szerintem nagyon összebarátkozni senkivel, ha csak az ember nem valakivel akar végigmenni. De ennek szerintem meg pont az a lényege, hogy, hogy igenis, mert, mert egy ponton túl nincs kivel beszélgetni, csak magaddal. Ugye fűfa virág, bokor, sehol senki, és egyszer csak jönnek a gondolatok, amiktől egyébként félsz, amikkel nem akarsz szembenézni, a rossz döntések, és akkor egyszer csak ott állsz egy erdő közepén, és azt azon kapod magad, hogy zokoksz, mert eszedbe jutott, hogy, hogy nem úgy kellett volna vele beszélni, és hazudtam neki, és, és miért kellett ezt csinálni, és. Ha sajnálom... megint a bűntudatnál tartunk. Hogy ne? Hogy ne De igazából uh, talán az a legfontosabb üzenet ennek, az, hogy élj úgy, hogy ne legyen bűntudatod. Uh -huh. Nagyon nehéz. Igen, meg szerintem a légy hű, mint halálig és néked adom az élet koronáját történet, az, az magunkkal kezdődik. Én a legtöbbször életemben azért hazudtam, mert valakit nem akartam megvántani az igazsággal. Tehát a hűség szerintem az magunkból indul ki. Ez én vagyok az alfa és az omega. Én azt gondolom, hogy Jézus, amikor ezt mondta, az emberre gondolt önmagára. Minden belülünk indul ki. És te döntöd el, hogy jobbra mész, vagy balra, vagy előre, vagy hátra. És ennek a felelőssége. Szóval, hogy így nem az, az, egyéni felelősséget azt nem lehet eldobni sajnos. Fényes litként nőttél fel, Kisvárdáról indult tulajdonképpen a színészi énekesi karriered, amely hát egész nagy ö, színpadokig vezetett. Hogyan tekintesz most Fényes litkére? Otthonodnak tartod? Oda mész haza? Milyen gyakran látogatsz? Természetesen, hát most is voltam karácsonykor, most kicsit hektok is volt, mert sokat kellett oda visszaingázni. Öhm. Otthonomnak tartom igen más, más már az egész, mert uh, amikor én voltam gyerek, akkor akkor 86 gyerek volt az utcában, és átjártunk egymáshoz a szomszédba, és nem is volt kérdés, hogy fölmegyek a, a másiknak az udvarára, és akkor ott majszoltuk a zsíros kenyeret, vagy éppen segítettünk kapálni a, a falját, vagy nem tudom mi uh, biciklibolyócskáztunk. Nem szóval, nagyon. Bicikli bújócska? Bicikli bújócska, igen, hogy a faluba elbújtunk, biciklivel és Aztán. meg kellett találni. Igen, nagyon-nagyon, és akkor kijelöltünk területeket, hogy hol lehet. És, uh, meg rengeteget fociztunk a szomszéd udvaron, az utcán, uh, hajnalokig kínültünk, szociztunk és a padon beszélgettünk, most már padok sincsenek. Szóval olyan fura, olyan fura, olyan, olyan az emberek begubóztak, és... Uh, nem nagyon járnak át egymáshoz. Hát olyan, ugye én gyerekkoromban olyan élet volt még, hogy, hogy a család, mi, nekünk nagyon nagy családunk van, most már még nagyobb, hogy ugye gyerekek, meg unokák, meg mindenfélek vannak, és, és tényleg nagyon sokan vagyunk, hál' Istennek. De hát akkoriban se voltunk kevesen, és az almahántástól kezdve az almaszedés, a lekvárfőzés, a disznóvágás, ezek mind-mind összehozták mindig a a családot, és valahogy ez, 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 csodálatos volt. A rengeteg sztorizás, ahogy egymással röhögtek, ahogy igen, és az, az emlékszel, hogy és így, így ültem, emlékszem, és hallgattam, imádtam ezeket a történeteket. És most már ezek nagyon ritkán vannak. Még hál' Istennek két nagybátyám van, aki tartja azt a szokást, hogy vagy egyiküknél, vagy másikuknál, vagy a Józsinál, vagy a Misiéknél megyünk át, és akkor karácsonykor szenteste ott van a nagy vacsora. Azt nagyon szeretem, ezt nagyon szeretem, és most például tíz éve küzdök ezzel, de most, most azt mondtam, hogy elég volt, és nem szeretnék legalább 24 és 25-én játszani. És mm. semmi nem érdekel. Mert az a két nap, és igazából jobban örülnék, ha három lenne, mert egész évben ott vagyok, és mindenkinek a rendelkezési állok. Legyen három nap egy évben, amikor azt mondom, hogy köszönöm szépen, nem szeretnék a és a közelében se szeretnék lenni. A családommal szeretném tölteni ezt a három napot. És úgy érzem, hogy a közösség az Ma is fontos a baráti közeg. Már hát, csak gondoljunk az évfolyam találkozóra, ami ma lesz, az, az találkozóra. Szóval sok ilyen kis közösséged van vagy, vagy, van? vagy sok nagyon közeli barátod, vagy abból kevés? Hogy hát szerintem elképzelni? abból nem olyan sok van, akik ugyan nagyon közeliek, azt két kezemben meg tudom számolni. szóval Meg én nem vagyok egy ilyen haver típus. Szóval nekem az, hogy igen, persze vannak a kollégális viszonyaim, amiben nagyon jó viszonyt ápolok a az emberekkel, de de akik úgy igazán mélyen közel vannak hozzám és én hozzájuk, és tudunk egymásról mindent, azt azért a két kezemben meg tudom számolni. De ez jól van, így nem, nem is kell ebben meg. Úgy 40 év fölött az ember már nem feltétlenül Tud olyan könnyen barátokat uh, szerezni vagy gyűjteni. Nem, mert nem is akar, nem? Akar. Lehet, hogy nem is. Meg talán a bizalmatlanság is, meg, meg úgy sok minden. Meg igen, meg hogy jó, akik vannak, azok, azok 20-30 éve ismernek engem. És neked fontos, hogy ezekről a dolgokról, amikről itt most mi beszélgettünk velük is, beszélges, moralizálj? Nagyon, nagyon fontos, igen. Van egy barátom, akivel egy, egy időre megszakadt a a kapcsolatunk, aztán most újra élesztettük ezt a dolgot, aki például a teológiát is végzett, és emlékszem, hogy nálam a konyhában óriási hitvitákat vívtunk, és ő mondta a magáét, én mondtam a sajátomat, ő nyilván a vallási oldalról fogta meg, én inkább a spirituális oldalról, de, de mind nagyon-nagyon jó, jó, érzés volt, olyan, olyan megtisztulás volt ezekről beszélgetni. Én nagyon szeretek ezekről beszélgetni. A szakmában most milyen célok előtt állsz, milyen terveid vannak? Most lesz egy jó, új bemutatónk a játékszínben, hál' Istennek a legénybúcsának a második része az aranylakodalom, az április esélyén, és nagyon várjuk, jövő héten kezdjük a, a próbákat, illetve Kecskeméten fogok dolgozni, majd a drágám című darabban Járai Máté lesz a partnerem, a szerenyei a rendezi, azt most próbáljuk be május környékén, és majd szeptemberben lesz a premier, szeptember végén, illetve a játékszínben még lehet, hogy lesz mutatom decemberben. Ö, hát úgy egyelőre ennyi. Ami... Énekes darabok. Énekes darab. Új az most nincs. Ugye az most nincs. Nem tudom, ebbe is hiszek, hogy ha kell, akkor majd megtalál. Uh -huh. Amikor majd készen leszek rá, akkor ez. De már nem ágálok ellenetet, hogy hál' Istennek hívnak fellépésre, és akkor ilyen 30-40 perceket szoktam énekelni, és már nem parázom tőle, hogy Úristen fogja -e menni, hanem a másik dolog, hogy akkor meggyakorolni kell. Szóval ez magától úgy nem megy. Azt is tanulnod kellett az évek során, hogy vállalt, felvállalt a gyengeségeidet? Hogy ne, persze. Persze, és én annak a híve is vagyok, hogy ezt fel kell vállalni. Nem mindegy, hogy ki előtt. Tehát, hogy az például, abban például nem hiszek, hogy mondjuk a közösségi médiában én elkezdjek panaszkodni arról, hogy képzeljétek el, ez meg ez történt velem, és én úgy sajnálom magamat, és remélem ti is sajnáltok engem. Ebben nem, ez a, nem mondom ezt el senkinek, elmondom hát el mindenkinek. Ezt inkább én a színpadon szoktam. Tehát, hogyha van olyan lehetőség, mint például az én, és én József Attila című darab, amiben játszottam, és József Attilát játszottam benne, az egy hihetetlenül mély drámai szerep volt, és és ott például volt lehetőségem, úgy mondani, ezt szoktam így fogalmazni, hogy kihányni magamból rengeteg fájdalmat, amit nem is gondoltam, hogy bennem van. És ez egy ilyen katartikus megtisztulás volt minden alkalommal, hogy én ezt ki tudtam magamból adni. és a nézők nem tudták, hogy én most éppen ott akkor egy kész a a magamban bíztam elető fogva a sor alatt most magamról beszélek-e, vagy a József Attiláról. Egy idő után nem is játszottad azt a szerepet, ugye? Bisszadtam, mert évente megy, és én méltatlannak éreztem. József Attilához is, és, és, nagyon nehéznek gondolom ahhoz, hogy én évente minden alkalommal újra kell tanuljam a koreográfiát, a, a verseket, ugye egy abetűt nem mondhat félre az ember, mert egy mamát, hogyha rosszul mondasz, azért azt még az általános iskolások is tudják. És én azt éreztem, hogy túl nagy teher nekem ez így, és, nem, és mire belejönnék a harmadik, negyedik előadásra, hogy elkezdem élvezni, hogy csinálom, addigra mindig vége volt. És akkor azt mondtam, hogy köszönöm szépen, fölvette a Duna Televízió, a YouTube-on lehet látni, és akkor ez így megmarad az örökké valóságnak. És a mi beszélgetésünk is megmarad, mert <laughs> a mi beszélgetésünk is látható a YouTube-on, illetve követhető a Spotify-on. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadod a Szabolcs Szatmáberek Podcast meghívását és eljöttél is. Nagyon szépen hettünk. köszönöm, hogy meghívtatok. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, és hogy velünk tartottak, tegyenek így legközelebb is a Szabor Szatmár Berek podcast adásait megtalálják a Spotify-on, illetve a YouTube csatornán. Búcsúzik önöktől a szerkesztő Bóna Judit. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.